lehet a pályaudvaron egy nagyon rendhagyó időpontban, hiszen nincsenek mögöttünk vonatok, csak nem két hétig teljes kizárással történt egy karbantartás, egy felújítás, egy ráncfelvarrás itt a keleti pályaudvaron. Elsősorban vasútüzemi beruházások és karbantartási munkálatok folytak, több mint 3000 vasbetonajat cseréltük ki, 1200 méteren cseréltük ki az ágyazatot, 130 alkatrészt cseréltünk ki itt a váltóberendezésekben, 700 méter sínt cseréltünk ki, és ami talán a legszembetűnőbb az az, hogy csaknem 10.000 négyzetméteren megújítottuk a járófelületet, és 10.000 négyzetméteren végeztünk el aszfaltozási munkálatokat. A kornak és a 21. századnak is utazási utazók igényeit nem megütő szolgáltatási helyeket, üzlethelyiségeket megszüntettük, csaknem 10 bódét bontottunk el a keleti pályaudvaron, de nem csak a keleti pályaudvaron, a nyugati pályaudvaron is több mint 20 bérlőnek mondtunk fel. Reményeink szerint javulni fog a menetrend, és az esetleges jövőbeni üzemzavarokat is el tudjuk kerülni azokkal a beavatkozásokkal, amiket végrehajtottunk itt. Nem szeretnénk itt megállni, egy új korszerű utascentrumot szeretnénk létrehozni és kialakítani már a jövő évben itt a keleti pályaudvaron. Egy új nemzetközi és egy hazai jegypénztárat szeretnénk kialakítani, egy utastájékoztatási információs centrumot és egy új utasvárót lent az aluljáró szinten. Kőbánya Kispestről egy vasúti, közvetlen vasúti összekötetést szeretnénk fejleszteni ide a keleti pályaudvarra, és 15 percenként szeretnénk vonatokat indítani a keleti pályaudvarról a Ferihegyi Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre, és ez egy 20 perces menetidőt tudna biztosítani. Azt gondolom, hogy ez lenne a legversenyképesebb eljutás. Reményeink szerint megduplázódna az az utas létszám, amelyet most ki tudja szolgálni utasokat a keleti pályaudvaron. És reményeink szerint nyár végére egy olyan koncepcióval tudunk előállni, amely a teljes keleti pályaudvar kereskedelmi hasznosítására tesz majd javaslatot. Ez egy 4-5 éves tervről beszélünk, remélem 4-5 év múlva egy teljesen megújult keleti pályaudvarról tudunk majd beszámolni. Minden évben azt gondolom, hogy egy-egy állomáshoz el fogunk érni ennek a munkának.